Sziasztok, ez itt a heti animék Borutós verziója, immáron a 223. epizódjával. Nagyon jó részt láthattunk, és valóban úgy oldották meg a harcot, ami képes volt megidézni a régi időket. Inojin és Hókinak a küzdelme nagyon ötletesre sikerült, és többször is nagyon jó fogásokkal találkozhattuk. Hóki valóban képes volt azt bizonyítani, hogy megerősödött, azonban nem csak erről lett szó, hanem még az is ráírható, hogy a viselkedése is megváltozott. Képbe került egy ambus technika is, ami egészen más megvilágításba képes helyezni a korábbi ambusokat is. Kawaki valóban csatlakozott a tornához, azonban nem résztvevőként, hanem csak figyelőként, illetve láthattuk, hogy Shikamaru mennyire rosszul érzi magát Konoha pénzügye miatt, illetve Barutóik becsatlakoztak egy vonatos küldetésbe. Azt is megtudhattuk, hogy hogyan alakulnak ki a párharcok, ezáltal pedig egyre biztosabbá válhat az, hogy Saradának, illetve Barutónak kik lesznek az ellenfelei. Az első jelenetben Borutót és Mitsukit mutatták, akik kiválóan voltak rajzolva, de az már hatásvadászatnak számít, hogy pont egy magaslaton voltak. A tiszta levegő, illetve a csend hozzátartozik a verekedős filmek hangulatához, így ez jól sikerült, valamint az is, hogy Borutó a barátjával volt egy ilyen fontos napon. Viszont a valósabb hatás érdekében inkább egy földhöz ragadtabb helyet kellett volna választani. Sajnos veszítettünk azzal, hogy nem nézőkkel fog zajlani a harci torna, így olyan, mintha a sorozat ezzel szeretett volna spórolni. A pénz előkerülése, és ahogy Shikamaru kimondta, hogy nem lenne pénze a falunak egy újabb aréna újjáépítésére, rendkívül őszinte reakciót láthattunk ezzel. Naruto és Kawakinak a beszélgetése lehetett volna mélyebb is, hiszen azzal, hogy Kawaki nem vesz részt a versenyen, ezzel a hősünktől elvettek egy fontos lehetőséget arra, hogy Kawaki jobban meg tudja ismerni a ninjákat. Reménykedhetünk benne, hogy valami belépője még így is lesz Kawakinak, mert az már megvan, hogy elment a tornára, csak az lett fájó, hogy nézőként van jelen. Ám ahogy nézett, felfigyelhettünk arra, hogy nagyon érdeklődve figyelte a ninjákat, illetve a ninjás technikákat, ezáltal pedig számíthatunk arra, hogy rögtönözni fog majd egy belép. A kamerák olyan valósan festettek, mintha igaziak lettek volna, illetve az is megfelelő hangulatot adott, hogy Saradáig felsorakoztak. Jó járhattunk azzal, hogy Konoharu fogja vezetni a tornát, azonban a Borutós mozi időszak alatt Lee volt helyette, aki ráadásul a legjobban tudja képviselni azt, amikor párharcok születnek meg. A Borutós mozi időszak alatt is láthattunk a párharcoknál jutsukat, és ott is a technikákkal nyertek végül. Azonban Lee-nek a jelenléte végül olyan hangulatot tudott árasztani, mintha a nézők azt gondolhatták volna, hogy a továbbiakban a puszta kezes harcok fognak döntést hozni. Vagyis akkor, ha folytatódott volna a vizsga, lehet, hogy a döntőt az öklök stílusában vívták volna meg. Ez még mindig meg lehetne, ráadásul már is izgalmas lenne azt elképzelni, ahogy Boruto és a lehetséges ellenfele a döntőben a nyers erőre támaszkodnának. Mert azt érezhetjük, hogy ha ez a vizsga végig tud menni, a Hokage fia biztos, hogy eljut a döntőig. Hangulatosabb lehetett volna, ha a résztvevők saját maguk húzzák ki az ellenfelüknek a nevét, ami véletőleg azért nem történhetett meg, mert a sorozat ezzel akart spórolni. A tekercsek jelenléte ellenben ninjás húzásnak számít, és az ábrázolás is jól sikerült, ráadásul így Konohamaru jobban meg tudta ragadni a vezénylő szerepet. Azzal pedig, hogy Inojin, illetve Hoki kezdte meg a tornát, ezzel egy bemelegítő küzdelmet láthattunk. Mert ugyan várhattuk Hoki új erejét, de a főmeccsek mindenképpen Saradára, Borutóra és Mitsukira összpontosíthatnak, mert a tények alapján ők számítanak a legerősebbnek. Amikor Inojin a társaival volt az öltözőben, nagyon átjött, hogy mennyire megvan benne a félelem. Ami a valóságban is megvan, ha valaki ellenfele lesz valakinek, és ehhez nem is kell feltétlenül igazi harcra gondolni. Egy kártyázás vagy egy videójátékos menet is ugyanolyan érzelmeket képes kiváltani, mintha valaki bemenne a szorítóba. Mert csak az számít, hogy a felek le akarják győzni a másikat, ami minden esetben a túlélési vágyat hozza ki az emberekből. Biztos, hogy Hoki is érzett ilyesmit, csak ő nyugodtabban tudta kezelni a helyzetet az új stílusa miatt, ami az ambusok acélos kiállását akarja követni. Láthattuk, hogy a falusiak ez alatt ugyanúgy tették a dolgukat, és még Iro is vezette a boltját, pedig a fia élete legnagyobb harcát vívta. Ez pedig nem tett jót a hangulatnak, valamint a Chunin vizsgának a tiszteletének se. Mert a sima Narutóban is mindenki követte ekkor az eseményt, és a Borutós mozi időszak alatt is megállt addig az élet Konohában. Mert az nem lehet indok, hogy a stadionban nem voltak nézők, hiszen a tévében is nézhettek volna a meccseket, és ugyan láthattuk, hogy páran oda néztek a képernyőre,
de nem figyeltek olyan sokan. Furcsa lenne, ha annyira leszegényedett volna a falu, hogy egy napra se állhatott le. De ha valóban így áll a helyzet, akkor jobban jártunk volna, ha inkább este rendezik meg a mérkőzéseket, és milyen hangulatos lehetett volna az, ahogy tévéző családokat mutatnak lámpafényes arénában. Az Inogen vs. Hoki találkozó távolsági küzdelmet ígért, mert Szájfia ebben a legjobb, ám azt nem tudtuk, hogy Hoki szerete így harcolni. Amikor Inogen az első állatkáját küldte, az ellenfélre minőségi rajzolást láthattunk, különösen akkor, amikor megtörtént a festményszerű fröccsenés, és itt még nem volt meg az a sporolás, ami a későbbi madaras technikánál megvolt. Amíg a tigris technikát egyberajzolták meg a jelenettel, a madarakat külön jelenetként kapcsolták Hókihoz, ezért látszottak kilógónak. A rajzásuk miatt lehetett erre szükség, mert nagyon sok madarat kellett volna egyszerre megrajzolni, de legalább nem CGI-jal tették a képernyőre a madarakat, ráadásul amint Hoki elütögette őket, a látvány is mesésre sikerült. A gyors kézjelek eddig is jelen voltak a gyucuk formálásához, ám Hoki olyan sokat és gyorsan csinált, hogy már itt érezhettük, hogy valami nagyot fog alkotni. A sebességnek az átadásakor egy kis árnyékolással is elszámolhattunk, azonban így is jól jártunk a jelenettel. Ahogy megelevenültek a sziklás nyúlványok, az ábrázolásuk arra ment rá, hogy minél jobban átadják a valódi sziklákat, és meglepő volt, hogy Hoki egy labirintust csinált. Az eltévedés érzése bárkinek rossz lehetett volna, ráadásul Inogen távoli ninjakét még a stílusa hatékonyságát is elveszítette, illetve még ott van az is, hogy bezárva érezte magát. Ahogy a kételyét a képernyőre tették, a látvány megtette a hatását, és a helyében az ő adottságaival valóban nem sokat tudott tenni. Ha lett volna valamilyen pusztító jutsuja, amivel jobban ki tudott volna törni, akkor Hoki nem tudta volna ennyire megijeszteni, hogy ő ismerte az irányokat. Ezáltal akkor láttuk a hősünktől a legjobb döntést, amikor keresett magának egy helyet, és inkább nem mozdult, azonban így is voltak veszélyes pillanatai. Többször is úgy támadtak rá, amivel simán meghaladott volna, ráadásul a készítők a vágást is rendesen megmutatták. A kunajok, ha egy kicsit félre mennek, még a nyakát is elvághatták volna, a tetejében Hoki nem is látott mindent tisztán, mert mindig mozgásban volt. Mégis olyan pontosan tudta megsérteni az ellenfelét, mintha üzenetet szeretett volna küldeni, ezáltal lehetséges, hogy Hoki szándékosan le akarta csak gyengíteni Inogent. Ám lehet, hogy tudatosan célzott, ami nem lenne meglepő, hiszen egy ambus ninja képes lehetne ilyenre, ő pedig olyan akarna lenni. Vagy csak tippelt, hogy az ellenfele hol állhat éppen, mivel úgy tűnt, hogy nem látta tisztán Inogent, mert ha látta volna, akkor akár el is kaphatta volna az ellenfelet. Amikor Hoki szemei mozogtak, hogy megegyezze az utakat, a folyékonyra ez mesterire sikerült. Ez a szemmozgatás pedig azt a jelenetet juttathatja az eszünkbe, amikor Madara a Sharingannyával nézegetett a ninják ellen a Shippudenben, ráadásul még a hatás is egyezik. Amíg Madara a ninják mozgását figyelte, hogy minél gyorsabb legyen a reakciója, Hoki a megjegyzés miatt nézegetett, de mindkét eset arra ment rá, hogy növelje az illető rugalmasságát. Csak Hokinak sima szemei vannak, azonban a megjegyzés adottsága a valóságban is létezik, amit fotografikus memóriaként ismernek. Erre azonban korábban is fel kellett volna figyelniük, és Hokinak már régebben magasabbra kellett volna emelkednie. Ez az adottság ugyanis a harcok alatt is nagyon hasznos lehet, hiszen szó szerint meg tudja jegyezni az ellenfélnek a mozdulatait. Látszik, hogy utólag találták ki neki ezt az adottságot, ám a jellemét jó irányba tolták el, és ezzel még inkább megfelelne annak, hogy ambus ninja legyen belőle. Akiket eddig ambus ninjaként mutattak be, mindben volt valami speciális, amitől különlegesnek számított. Hoki ellenben abban tér el a többiektől, hogy nincsen semmilyen egyedi technikája vagy ninjás képessége, amiért beférhetne az ambuba. Viszont lehetséges, hogy csak eddig nem mutatta meg, így lehetséges, hogy később erre is választ fogunk kapni a verseny folyamán. Jó ötlet volt, amikor Inogen a levegőben akart boldogulni, de amint a sziklanyúlvány leszúrta a madarát, nem csak a látvány volt elképesztő, hanem az utalás is a Kabuto elleni harcra. Amikor Itachi és Sasuke megküzdött a remete módban lévő Kabutóval, ott láthattunk ehhez hasonló technikát. Amit sziklanyúlványokkal csinált az ellenség, és legalább olyan fenyegető volt a húzás, mint a kígyói. Vagyis Hoki technikáját nem szabad alábecsülni, bár Kabuto mentségére szóljon az, hogy az ő támadása erősebbnek számított a barlang különleges kőzete miatt. A zuhanás közbeni rajzolás óriási ábrázolással ment, ám hiába volt jó Hoki újabb ütögetése, a változatosság kedvéért másképp is ártalmatlaníthatta volna a madarakat. Annak idején Inogen anyja is a testcsere technikájával tudott majdnem győzedelmeskedni Sakura ellen, így várhattuk, hogy a fiának is el fogják lőni ezt a lehetőséget.
Ahogy kitervelte, az ötletesség is megvolt, de az érdekes lett, hogy egyikük se csinált klónokat, amivel megzavarhatták volna egymást. Hóki így több irányba tudott volna egyszerre mozdulni, amivel még inkább megfelelhetett volna a különleges megjegyző adottságának, míg ez alatt Inojin jobban el tudott volna rejtőzni. Sajnos hatásvadászat lett, hogy Hókit a festék jelöléssel csaphatták be, még úgy is, hogy hihetőnek hangzik az, mintha Inojin így jelölte volna meg az utat. De Hókinak át kellett volna azt látnia, hogy ezt korábban Inojin miért nem tette meg, ha pedig csinált volna a hősünk egy klont, akkor Inojin a klont kapta volna el. A testcsere jutsu jellemzésénél azonban lehengerlő hatást teremtettek, bár a pózzal jócskán hatásvadászatot csináltak. És nem is lehet teljesen elfogadni egy ilyen felsőbbrendű jellemzést egy gyerektől, mert ilyen hatást utoljára Itachinál láthattunk, amikor Kabutónak a fejét fogta meg. Az elmés jellemzés Naruto és a Kyuubi kapcsolatát idézte, amitől a nézőkből előjöhetett a szomorúság, míg a színhasználat és az árnyékolások a vízre és a kékségre mentek rá. Még tükörhatást is kaptunk, mintha a fény visszaverődött volna a víztől, amikor pedig megtörtént a fordulat, a látvány elképesztő magasságokig ért. Ha Inojin győzött volna, ezt is elhisszük, mert már az is csattanónak számított volna, hogy a bereklámozott ninja végül elbukik. Azzal viszont, hogy Hoki tudott győzedelmeskedni, ezzel nem csak újdonságot tudott hozni a szálba, hanem egyúttal tovább tudta őrizni azt, hogy a Kakashira hasonlító ninja gyerek még nagyobb izgalmakat tud teremteni. A szörny alakja egy merő effektet adott, és abból is a folyékon fajtát, ami mindig a legtöbb munkát igényli. Nem volt CGI megvalósítás sehol, ráadásul olyan folyékon rajzos mozgás ment le közben a képernyőn, ami elsöprőnek mondható. Érezhettünk brutalitást is, Hoki ugyanis olyan volt, mint egy romlott víz, és ahogy bekapta az ellenfelet, egy nyomasztó csapdát képviselt. Hatásos lett, hogy elvileg az összes ambustag képes ilyenre, hogy ne tudják kiadni másoknak az infókat, és ezek szerint Kakashiék is tudtak ilyet. De lehet, hogy Itachinak ilyenre nem is volt szüksége, mert őt amúgy sem lehetett ilyesmi módszerekkel meglepni. Érdekesnek számít, hogy a vizsga ezúttal jóval engedékenyebb lett, hiszen még ninja eszközöket is enged használni. Amiért korábban Borutót kizárták, és neki volt egyébként alibije, hogy csak olyan jutsukkal csalt, amikre amúgy is képes lehetett volna. A hőseink nem mentek el időben a tornára, és furcsának számít, hogy ezért nem is kaptak kizárást, ráadásul a távol létüknek az indoka furcsaságot eredményezett. Naruto lánya pompásan volt ábrázolva, ám kilógónak számít, hogy a rablókat nem az apjának vagy a felnőtteknek jelentette be, hanem először a testvéréhez ment. Látszik, hogy indokkal csalták el Mitsukiékat a tornáról, és csak arra ment ki a játék, hogy szerepet adhassanak Ehónak, illetve Yuinának. A jelenlétük figyelmesen volt jelen, de reméljük, hogy komolyabb szerepük is lesz a híradóknál. Észrevettük, hogy Mitsuki ismételten olyan stílussal volt jelen, hogy hosszabb volt rá a kimono ujja, amit utoljára a Borutós moziban tudott képviselni. Nem tudni, hogy a rablók mit akarnak, de azt láthattuk, hogy Amadóért jöttek, és így mégse Tsubakival kötöttek össze. Azonban a tudósunknak az elrablása hiteltelennek tűnik egyelőre, hiszen ő még a karát is ki tudta játszani, és fura, hogy sima emberekkel nem bírna el. Nem tudni, hogy egy tartozás miatt rabolták-e el, vagy olyan cuccokat adott el nekik, amik nem váltak be, de az is lehet, hogy egy nő miatt kényszerült ilyen helyzetbe. A vonatnak a rajzolása csodásra sikerült, hiszen még rozsdás felületet is alkottak rajta, ráadásul amint Borutóék a tetejére kerültek, nagyon jól néztek ki, ahogy a hőseinket fújta a szellő. Az ábrázolásuk még jobban megnőtt, amikor a vagomba kerültek és a napfény éle rájuk ment, a tisztaságot pedig növelték a fénypontokkal. Várjuk, hogy a rablók pontosan hová tűntek, de az egyelőre a hangulat szempontjából érződik, hogy a versenyen Sarada végül Tsubakival fog megküzdeni. Míg Boruto lehet, hogy nem is egyből kapja meg Mitsukit, hogy ők vívhassák meg majd később a döntőt. Kíváncsiak lehetünk arra is, hogy Wasabi mihez fog kezdeni Iwabéval, mert ahogy sejtette a történet, valóban ők fognak megküzdeni egymással, és lehetséges, hogy ebben a menetben is számíthatunk fordulatra. Ha nektek is lenyűgöző lett az ambus elme védelem, azt osszátok meg kommentben a videó alá. Illetve arra is feleljetek, szerintetek miért rabolták el Amadót. A következő részben elindul a Wasabi vs. Iwabe küzdelem, lehet, hogy elárulják azt, hogy a hősnőnk családja miért használ macskás technikákat, így esélyes, hogy egy igazi szellem segíti a családot. A hősnőnk bizonyítani szeretne, azonban a kételjei az ellenfele győzelmét sejteti. Iwabe folytatja a bátor kiállását, és érdekes, hogy Shinkiék is jelen lesznek, lehet, hogy náluk már véget is ért a verseny, vagy újabb kihívók lesznek. Kinehagyjátok az újabb epizódot! Ez volt a heti anime borutós változata erre a hétre, találkozunk a legközelebbi alkalomkor. Addig is hellóztok!
Ha tetszett a videó, lájkold, kommentelj, és iratkozz fel, és keresd a csatornát a további tartalmakért.